önök egy másik ember életéről döntenek. Az igazság győz az indulatok, az előítéletek felett. Az ősz egyik legjobban várt premierje, a 12 dühös ember a Vörös Sándor Színházban. Reginald Rose írását Hanvai Kornél fordította magyarra. Igazából olyan, mintha krimit olvasnánk, csak hát ugye itt a dolog valós időben zajlik, tehát a színház valós idejében zajlik, tehát nincs idő visszalapozni, vagy nincs lehetőség visszalapozni. Nagyon gondosan van szerkesztve, tehát az író azt kell mondjam, hogy zseniálisan szerkesztett, mert korrepetálja az adatokat, de igazából az érdeme az, hogy mindenkinek megy a maga filmje erről a történetről. Ez nem a tárgyalóteremben zajlik, hanem lepörög az a film, amiről az esküdtek beszélnek. Egyszerre láthatunk a színpadon egy morális kérdéseket feszegető drámát és egy fordulatos krimit. Ez nem feltétlenül a nyomozásról magáról szól, tehát ahogy a 12 esküdt végigmegy ezeken a kis stációkon, hogy bűnöse vagy nem, hanem igazából az előítéletekről szól, hogy meg lehet-e lépni, el lehet-e jutni arra a szintre, hogy az ember kiírtja magából valamennyire az előítéleteket, és azért itt ismerjük a mai magyarországi helyzetet, hát van belőle bőven, tehát ahogy így körbenézünk a politikától elkezdve mindenhol, és inkább erről szól ugye, hogy 12 teljesen különböző ember hogyan reagál egy ilyen ügyre, hogyan reagál egy feltett kérdésre, de hát ugye az alapsztori az meg egy kis nyomozás, egy krimi, és ettől is szeretik nagyon a nézők, hogy lehet menni a történettel, tehát hogy ugyanúgy fedezik fel ők is a dolgokat, mint ahogy a 12 szereplő. Nekem a toleranciáról szól, arról, hogy ez a 12 ember megy egy terembe, vagy bezárják őket, és nem mindegy, hogy bezárják őket, tehát egy zárt helyiségben kell észrevétlenül megnyilatkozni egymás előtt, hogy ilyenek. Azt hiszik, hogy egy ügyről beszélnek, de közben kiderül, hogy saját magukról beszélnek, és mindegyik a végén kiderül, hogy milyen ember. És amikor kimennek onnan, akkor nem az a 12 ember megy ki, aki bement oda. Ez alatt a 2 óra alatt egyszerűen történt velük valami. Amiért a toleranciáról szól, az számomra pontosan kiderül, hogy mennyire tudjuk egymást elviselni egy zárt helyen, mennyire tudjuk egymás véleményét, mennyire tudunk egymással kommunikálni. És azért mondom, hogy ez az zárt helyet, mert ez felerősíti ezt a lehetőséget, hogy megnyilatkozzon az ember. A történet elején még egyértelműnek tűnhet a döntés, a vádlott bűnös. Az Ajzon Zsolt által játszott 8-as számú esküt külön véleménye azonban beindítja a darabot. Én megpróbálom ezt az egész egyértelmű dolgot nem egyértelművé tenni, innentől kezdve olyan felelősségek is hárulnak rám, amikkel utána küzdenem kell, és én inkább ezt próbáltam, hogy az az ember, aki ezt felveti, hogy mi van, hogyha nem, ami annyira egyértelműnek tűnik, utána hogyan tud harcolni ezekkel a dolgokkal, és nem is csak harcolni, hanem hogyan tud veszíteni adott esetben, mert a darab folyamán nagyon sokszor veszít, csak valaki más jut el arra a pontra, hogy akkor neki jön egy ötlete, és azzal úgymond kihúzza őt. Tulajdonképpen egy ilyen aréna-szerű helyiségben játszódik ez az egész. Hát így lehetett elérni, hogy mindenki nagyon közel legyen. Tehát tulajdonképpen még a legtávolabbi, a 6. sor közönsége is szinte érintés közelbe érzi az esküdteket az asztal körül. Ráadásul ezzel meg lehetett oldani, hogy ne legyenek falak. És furcsa módon, tehát a falakat széttologatva, és tulajdonképpen csak 2 ajtó jelzi a tér határát, mégis megmarad ez a bezártságérzés. Itt mi vagyunk, tehát mi nézők vagyunk a fal, akik körülveszük őket, mert hát ennek az egész darabnak az egyik kulcsa az, hogy addig nem állhatnak föl, amíg nem nincs döntés. Tehát nem lehet elszaladni a döntés elől, nem lehet kilépni belőle, nem lehet passzolni. Ránk van zárva ez a szituáció, és cselekedni kell, dönteni kell. Mindenképpen egy nagyon érdekes játék minden színésznek, már csak azért is, mert nagyon ritka az olyan színdarab, és ilyet sem játszottam még, hogy bemegyek 7 órakor, és kijövök 9 óra valami. Tehát a darab elejétől végéig mindenki ott van benne. Tehát egy egybejátszó szünet nélkül, ez egy olyan koncentrációs gyakorlat, ami egyrészt nagyon nehéz, másrészt nagyon boldogságos dolog ilyet játszani, és rájönni arra, hogy jó, de jó, azért még fog az agyam, és még tudok koncentrálni végig, de a fiatalokkal ugyanígy van, nekik is egy nagyon nagy feladat. Tehát egy igazi nagy csemege színháznak és színésznek ez a színdarab.